Azt mondja, hát a hang az lehet, hogy megint nem, most jó van beállítva. Ó, nincs bedugva a kontroller. Egy pillanat. Egy pillanat. És bedugjuk a kontrollert. Egy. Controller bedududududududva. Continue. Szia, Nomander. Na. Sziasztok. Meglátjuk a tegnapi pihenés. Az segítette rajtunk valamit. Szia Attila, szia Velkor, szia Jukanji. Szóval még mindig Dark Souls 3, Ascended mod, Hell mod, még nem töltöttem le az Easy módot, de ha nagyon nem megy, akkor kénytelen leszek. Mert azért szeretném végigjátszani a modot, ettől függetlenül, csak a kettőben is eljutottunk abba, hogy arra a pontra, hogy már nem tudtam mit csinálni az utolsó hármas bosszal. Streamen kívül kipróbáltam pár dolgot. Az első, amit kipróbáltam, hogy tudok-e rapportozni. Ugye a rapport az egy olyan varázslat, ami átállítja a te oldaladra az ellenséget. Különböző mobokat lehet egyébként rapportozni. És gondoltam, hogy ha esetleg a magam oldalára állíthatnám a Crystal Sage-eket odabent, az viccessé tehetné a harcot. Természetesen erre is gondolt kedves modkészítőnk, úgyhogy nem lehet. Hiába varázsolom meg őket, nem állnak át az én oldalamra. Illetve azt nem láttam a tegnapi kommentek között, hogy utólag mondta a András, azt hiszem, vagy a Bence, a Discordon, hogy van ez a gyűrű, ez a Flashbite Ring, ami ugye elvileg egy rakás rezisztet ad, de hogy ez alapvetően nem működik, hogyha Great Magic Barrier is van rajta, márpedig az a pajzs miatt van rajtam, úgyhogy az a baj, hogy a Great Magic Barrier is csak addig kell, amíg a buzi, dárkos, varázsló pöcsfejeken át nem jutok. Meg ameddig meg nem ölöm azért a Sage-eket. Úgyhogy én berakok ide egy ilyet is, és amint a Sage-ek meghaltak, én szerintem átváltom a pajzsomat erre, ez bónusz sebzést ad. És akkor, meg hogyha már csak a Lorián van, akkor megpróbálom a gyűrűket is kicserélni. Elég közel vannak itt egymáshoz a gyűrűk. Friedebon fejet meggyújtani? Nem lehet. Nem lehet, mert a boss teremben túl közel vannak a bónusz ellenségek, így az úgy maradt. A Sister Friedét valószínűleg easy módon fogjuk megölni, hogyha ez nem változik, amíg a többi boss megöljük. Azt addig hagyok időt az emberünknek ezen változtatni, aztán hogyha nem sikerül neki, akkor azt könnyebb üzemmódban fogjuk megtenni. Itt van egymás mellett az összes gyűrű tulajdonképpen, úgyhogy gyorsan tudok váltani. Szia, Bence! A kérdés az, hogy fire resistem legyen? Szerintem nem fire resisttel kéne menni. Alapvetően. Hanem valami mással. Átmentél a szóbeli vizsgán. Az nagyon fasza. Mi volt az a récskit? Nem nézted meg? Nézed meg! Szia Pisti. Autizmus generátor. Ne kelljen már megnézned, de nézd csak meg, élvezet nézni, ahogy én récskütelek, úgyis ritkán történik meg.
Azt mondja, hogy kell egy kell egy olyan páncél, ami ad is valamit. Frost resist, az nem fontos. Fire resist, szintén nem fontos. Exile armor. Amúgy ez tök jó páncélzat. Csak, hát hogy is mondjam. 76% az sok. Max health, dark resist. Ezek is mind max healthesek. Fire witch armor. Valami olyan kellene. Pontiff Knight. De ez ratyi. Az a baj, hogy ez a Black Knight armor, ez tök jól véd így mindent kb. Tudom, még a katedrálos is tulajdonképpen. Szóval is van? Itt van-e? Ah, de ez már 76%-os. Mindegy, jók leszünk ebbe, amiben vagyunk. Azt hiszem, ezt már beraktam, hogy ez dárkos legyen, és akkor jobban véd a lófasz. Cipőke az marad. Sapi. Jaj, most levettem a sapit. Sapi mit ad? Ja, ez az, ami mindenféle rezisztet ad bónuszba. Jól van. Hát, sok mindent kell váltogatnom majd. Az tény. Jól van, hát meglátjuk. Shotsre doatot benyomjuk. Te megpróbálunk bejutni a búzákhoz. No. No. Na. Aha. Oké, ez egy. Bloodloss. Jó, oké. Semmi gond. Miért nem töltődik a stamina? Nem, csak kérdezem. Nem vagyok se frostos. Meg ne körszölj a kurva anyád. Tehát, hogy így nincsen rajtam frostbite. Szeretném tudni, miért nem töltődik vissza a staminám. A geci. Halljál már meg. Na. Eddig jó. Elnyomunk egy Divine Blessinget, az elvég leszed rólunk mindent a körszöt, az nem, de az nem is érdekel annyira. Sorcery. 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 Crystal Soul Spear. Helyett. Au. Azt a bleedet, azt szedd le gyorsan. Shots Red Orb. Nézd, a gecit, hát... Ne teleportálj ennyit! Szeretném fölnyomni a Shots Red Orbot magamra. Úgy né. Jó. Így né. Jó, poison-t lenyomjuk magunkról. Azt a bleedet is mindjárt. Mindjárt elkezdünk harcolni, nyugi. Hát nézd meg a gecit! Most kell teleportálnod? Faszfejű. 22 000. Ó, ez ilyen stat csökkentő. Kurva. Hallod be már! Jó van. Ez így alapvetően nem rossz. Nem tudtam meginni az esztuszt. Láttam, hogy kevés az életem, és már kezdtem inni. Még jóval azelőtt, hogy meghaltam volna. Egyszerűen nem tudtam megmozdulni, nem engedte. Na, ez így működhet. Ez így működhet, mert van damage. Csak... mire fővarázslok magamra mindent, addigra meghalok a faszba.
De két lövés. Csak nem tudtam kettőt varázsolni. De ez biztató. Simán meghal. Utána meg vissza kell váltanunk. Hát majd meglátjuk, hogy hogy lesz. Az baj, hogy így folyamatosan váltogatnom kell majd a gyűrűimet. Mert amikor... Igen. Tocsolni kellett volna. Nem küldtem le a liftet, kurva életem. Á, Istenem. Még egy-két rá is megvan. Annyira, azért ennyire optimista nem vagyok, szia Attila, de én úgy érzem, hogy ez hozható. Csak nekem rohadtul zavaró az, hogy egyet varázsolok, elfogyott az összes staminám, és még vissza se töltődik. Ez az, amit valahogy ki kéne bekkelni, hogy legalább visszatöltődjön, érted? A 12-t nem kötőjellel írjuk. Az se rossz. Na. Képzeljétek el. Holnap megyek konzultációra. Ahhoz a fogászhoz, aki meg fogja nekem csinálni az implantomnak a fejét. Tök jó. Valami lefelezte a staminát? Ja, nem, az más volt. Az más volt, az olyan poison-t csinálnak, ami a statjaimat veszi el gyakorlatilag. A statjaimat majdnem, hogy lefelezi. És az csúnya dolog. Nem csak a staminát, mindent. A HP-t, a manát, mindent. Hiányozni fog a fogam helye. Én mondtam, hogy a kurva. Figyelj, nem. Jézus fassa. Hát ez nem normális. Éld meg gyorsan. Menjél be. Áú. Igen, nehéz úgy varázsolni, hogy hatot dodzsolsz előtte. Oké, ez így nem működik, hogy itt vannak ketten. De... Lorian, hagyjál már élni. Na hát, ez az a poison, amit mondok. Elviszi a izémet, mindenemet. Frostbite, na, ez már nem lesz meg. Ez már most nem lesz, meg ide látom. Hát annyi minden van rajtam, hogy mire leszedek egy valamit, addigra három másik dolog kerül rám. Megint rajtam van a Frostbite. El kéne jutni valahogy védettebb helyre. Mondjuk... De nem, meg kell ölni ezeket a buzi szégyeket, mert másképp nem tudok mozogni. Ez nem állapot. Én nem is értem, hogy tudtam az előbb meggyilkolni őket. Nem tudok eldodzsolni, mert nincsen staminám. Előbb a HP rendben volt, de hogy volt? Hallod, és beteleportál a Sage elé, hogy ne tudjam megvarázsolni. Ekkora egy tirpák gecit. Jó, hát akkor megint csak feles stamina van. Persze, mondom. Az a baj, hogyha nem hordom a gyűrűt, mármint a tüzes gyűrűt. Ha, meghalunk inkább. Az a baj, hogyha nem hordom a tüzes gyűrűt. Akkor sokkal-sokkal kevesebbet sebzek. Én még azon is elgondolkoztam, mi lenne, ha hagynám ezeket a szégyeket a faszba. És így egyből bemennék Sorcery-vel. Megpróbálnám szétlőni Lorient. Úgyhogy elbújnék valami oszlop mögé. És akkor csak a Lorient jönne utána, mert a Sage-ek nem. Tudom, akkor is nyomják a Crystal Hail-t, hogy földobják a levegőbe a szart, és akkor abból néhány elkaphat engem az oszlop mögött. Nem tudom.
A piromancival egyébként ez az egy baj van, hogy nincsen olyan varázslat ezen kívül, ami értelmesen sebezne. Mert én kipróbáltam ám, bevittem a Chaos Bad Vestiges-t, úgy, ahogy kell. 5 darab nagy tűzgolyót eldob. De csak egy találja el. Még akkor is, hogyha nem a Sage-et célzom, hanem a földre lövök, az 5 robbanásból csak egyet kap. És így a nagy tűzgolyó az így 3500-at sebez kb. És hogyha mind az 5 be is találna, akkor meg lenne az egy hit. De a helyzet az, hogy nem talál be mind az 5, csak egy. És úgy meg kevesebbet sebez, mint a másik. Az meg is kivettem ezt is. Arra gondoltam még, hogy ez még segíthet rajtam. A lábás. Mert ezt távolról is el tudom dobni, és ha aládobom, és közben a lába eszegeti őket, akkor közben én tudok szaladgálni. Ez esetleg még jó lehet. Meg erősen elgondolkozom azon is, hogy a clutch ring helyett lehet, hogy a plusz 3-as klorantit kellene bevinni. Mert az amúgy ad nekem 40 bónus staminát, a 160 helyett 200 lenne. És ugye még gyorsabban is töltődne, meg ilyenek. Nem tudom mi lenne jó. Mr. Lava, azaz. Az benne a legszarabb amúgy, hogy olyan damage-em van, hogy egy perc alatt meghalna mindenki. Csak nem jutok szóhoz. Úgy nehéz. Szia, Dávid. Na. Jó van, Bence. Nem baj az. Vagy ez pont jó. Vagy mit, gratuláljunk? Vagy ilyenkor mit kell mondani? Nézd meg a kurva helikoptert, hát hagyjál már, te fasz! Rossz. Istenem. Nem kell a sok magic szar. Azt figyelted azt a spamot? Szó. Jó, látom, megír rajta van a frostbite. No stamina. Megetted legalább? Meg. Nem. De... Nézd meg, milyen geci lassan töltődik, hát beszarok! Még jó, hogy van izém. Poison. Ez benne a gáz. No stamina. Ó, Istenem. Meg ha nem repülnék 20 métert minden csapástól, akkor lehet ott is tudnék maradni a védett helyen. Legalábbis a Sage-ektől védett helyen. Aj, geci. Fárasztó ez a harc. Hát ott így eldobja valahová. Nézzétek, konkrétan üres a stamina csíkom. Nem töltődik. Hát így meg aztán... Felettébb. És most már varázsolni sem tudok, mert a poison elvette a statjaimat, és nincs elég statom ellőni a tűzgolyót. Very nice. Ez meg utolér. Nem segít. Nem segít ez a spell. Úgy kivesszük. Semmire nem megyek vele. But you may rest here too, if you like. A
A Great Magic Barrier-t azt honnan lehet felszedni? Mert akkor nem kellene ez a pajzs, és egyből a Damage Shield-el tudnék bejönni, akkor két varázslatból is meghalnának. Ki tudja, hogy a Great Magic Barrier című varázslat az hol található? Miratsz le! Nekem sajnos egyik sincs meg, ha jól látom, még a sima Magic Barrier se. Az előbb mi az működött, hogy lerásoltam a Sage-et. Én ezt megpróbáltam azóta kétszer, csak egyszer se jutottam el odáig. Ez itt a probléma igazából. Minden esetre ezt a varázslatot ki fogom venni, mert ez a láva szar is szar, tehát lopaszt nem érek vele. Fel kell venni a izét, Great Magic Barrier-t. Megmondja nekem valaki, hogy hol van, vagy googlizzam ki most. Melyik könyvben van benne? A Grand Archives-os könyvben, vagy abban, ami itt van? Micsoda haszna vehetetlen banda vagytok ti. Akkor nekiállok googlizni. Ezt mondja. Egy. Great Magic Barrier DS3. Archdragon Peak. Jaj, tudom, hol van. Azt vágom. Jól van. Akkor oda megyünk. Akkor most itt hagyjuk a Twin Princeket egy kicsit. És elmegyünk az Oceiros felé. Csak oda más kell várja, oda... Hát villám kellene, de villámot nem fogunk vinni. Szia Dávid. Szia Jani neked is. Azt nem tudom. Igen. Igen. Azt nem tudom, mivel menjek neki Osirisnak. Azzal a Dark szarral. A villámat tudom, hogy azt utálja legjobban. De a tűzzel mi a helyzet? Azt tudja valaki? Totál nem emlékszem, hogy a piromancerrel, amikor neki mentem, akkor tűzzel dobáltam össze. Vagy a dárkos varázslatokkal, nem emlékszem rá. Minden esetre ez nem kell, helyette ez jó lesz. Ez meg, hogy itt vagyok, itt a bonfire-nél szétütnek. De legalább le tudok ülni. Tehát ez is, itt le tudok ülni úgy, hogy itt vannak 50-en, érted? Sister Friday-nél? Minek? Ja, utaznom kéne, nem? A dancerhoz. Travel. Dancer. Tűz semleges. Mind a kettő ugyanúgy damage-eli. Mármint, hogy a Dark meg a tűz. Az lehet, én ezt nem vonom kétségbe, Dávid. Simán elképzelhető. Weakness Lightning Frost. Resist Magic Bleed. Na, tehát nincsen neki se a Darkra, se a tűzre. Jó, hát akkor dárkozunk.
Akkor Soul Stream-et fogunk nyomni. Eztet. Soul Streamezünk, és akkor annyit csinálunk még, hogy ezt a lófaszt föltesszük magunkra, ezt a flashbite-ot, legyen 2500-as curse resistünk. Jó, egy kicsit gyengébbek leszünk a szokásosnál, mert nem tehetem fel magamra a clutch ringemet, amiért egy kicsit morci vagyok. Ó, várjál csak! Pillanat. Van itt még valami. Én ide viszont bevihetem a rapportot. És az első dolgom az lesz, hogy megpróbáljam ez egyik ilyen szép kis ötszikeres Millwood lovagot átállítani az én oldalamra. Mi lenne, hogyha az elkezdené szétcsapkodni Osiriszt? Nekem ez egy jó, egész jó tervnek hangzik. Sőt, akár az összeset is megpróbál. Te meg mi a fasz hagyjál már! Uzi. El se jutok odáig. Leesek mindjárt szakadékba, mert kitakarja a kamerámat. Ez az. Basszál szájba. Az a jó, hogy mindjárt feljön, mert átesik a liftnek a tetején. Jó, ott van benne. Nos. Én már alig maradt élete. Igen, azon gondolkoztam, hát ha jó lehet. Mitől lett most HP-m? Nem is volt semmi HP-m kb. Valami meggyógyított. Na, hol van. Próbáljunk meg beszaladni megint. Hússág, Eci! Ne gyere ide! Jó. Nem úgy nézem, mintha hatott volna bármit is. Oké, okay. Ez nem hatott. Ó, oda nézd, milyen icipici kis körszöt rakott rám. Hú-hú. Ez lesz a titok, srácok. Ez a gyűrű. Na jó. Hát akkor... kúrjunk oda. Nézd meg. A faszom boss-t kellett becélozni, igaz? Nem a 25 Millwood Knight-ot, nem. A boss-t. Aki fölugrott a levegőbe, és az egész soul streamemet elvitte a faszba. Abba hagyni ezt a butaságot. Az bántsad. Hogy? Meg azt is bántsad. Mi már most fész kettő? Az baj? Vagy mi? Ja, hogy ez hármasával lövi? Mi a fasz? Akkor ezt test közelből kéne. Hol vagy? Itt van-e. Ba-b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 a. De hogy miért? Miért ütötted hátra a boss-t? Nonsense! Ez meg el se találta. Hát ez így... so very nice.
Kellett, ez gond lehet. Na várjál! Van én nekem egy ilyenem. Tactics váltás következik. Hawkring. Jó. Meg ez. Szétvágjuk. Szétvágjuk. Megpróbáljuk hamarabb szétvágni őt, mint ő megkörszölne minket, mert a páncélunk az kurva jó. És a körszereziszt az meg... Ez a gyűrű megnyerte nekem a harcot. Az a helyzet. Ez a kard meg kibaszott király. Te... A rohadt dancer kard. Elképesztően jó. Ezt mondta. Na, köszönjük szépen a flashbiting tanácsot a kedves modkészítőnek. Valóban ez a gyűrű megnyerte a harcot. De valószínűleg erre most nincs szükségem. A flashbiting-re. Úgyhogy most visszaállunk szépen sorcery-re. És nem a Dark Sorcery-re, hanem a jó kis Crystal Soul Spear-re, mert az sokkal jobb. Majd még a Great Soul Dragon-re kíváncsi leszek, hogy az milyen. Osiris is jokáj lett? Igen, egyébként. Pontosan úgy csinálta. Jó, Dancer kardokat egyelőre visszatesszük a talomba. Haj, be kéne, figyelj! Én most bebaszok mindent a izébe. A kurva dobozba, mert már nem tudok navigálni az itemjeim között. Normális sebe. Nem heretik staff, hagyjál már. Ja, várjál, itt van ám még a Sage Crystal staff, ezt meg kéne nézni. Mindjárt hazamegyünk, fölábérideljük, megnézzük, jó? Na, már most több mindent értem el, mint tegnap. Most legalább megöltem egy boss-t. Tegnapi bazd meg, semmi. Organized storage box, ja meg van egy izém is. Ez honnan van? Ja, izéből, tudom. Jó, oké. Fegyverek. Húzzá be fele összes fegyvert, takarodjon oda be. Az marad. A Bloodlust is marad, mert ez ki van fejlesztve. Dragon Slayer axe marad. Van egy Arstor Spear-em is valahol. Azt is meghagyjuk. Drunk Twin, Lothric, Long Spear, Lucerna, Immolation, Tinderből van három. Szia Gesta! Üdvözlet! Pontiff Kassa, Nuslip, Cestus, Demon Fist. Ja, Shortbow, Composite, Long. A Farisiat mondjuk azt visszakérem. Az még jól jöhet. Storage box, és akkor jöhetnek a staffok, 1, 2, 3. Archdeacon, jaj, várjál. Ja, mert ez fate-tel skáláz. Tudja, faszom. Jó, Saints Talizmán. Nem damage-elek igazából Miracle-ökkel. Mert a Monter backseat-elt neki. Igen, Irukandji, tudom, hogy szokták azt csinálni. Csak 15 másodperces a buffja. És inkább azt szokták csinálni, hogy bal kézbe bedobják a Scholar's Candlestick-et. Amit egyébként érdemes lehetne megszerezni ebben a játékban is. Mert az is 12,5% sorcery damage-et ad. Na, menjünk először is haza. Mert itt a... Ezek a csúnya emberek itt meg akarnak ölni szerintem. Én is kipróbáltam egyébként, úgyhogy offhandbe a Sage Staffot benyomtam, és akkor azzal megnyomtam a buffot, és a másik kezembe meg a Court Sorcerer-rel varázsoltam, de túl rövid ideig tart a buffja.
mint ahogy ennek is. Viszont most ennek a legnagyobb, eddig ennek a staffnak a legnagyobb spellbuffja, amit találtam. Ez 260, ez rengeteg. Ennyi még a izének sincsen. Ennyi még a korszorszárának sincsen alapjátékon. Úgyhogy próbáljunk meg upgrade-elni. Titanite skill-lel upgrade-elődik a Sage Crystal-s a staff. Hát jó, nézzük meg akkor, hát ha... Oké, ez erősebb lesz alapból is. A plusz 4-es már 261, és akkor még az plusz 5-nél nem is tartunk. Jó, farmolás következik, srácok. Szereznem kell 4 darab Titanite skill-t. És tudjuk is, hogy hol fogjuk ezt a 4 darab Titanite skill-t megszerezni. De nem varázslattal, mert az a múltkor se vált be. Ha nem, visszavesszük a kárdot. Hawkring, Clorenti, betesszük a flashbite-ot, mert ezek a buzerások szeretnek körszölni, mint a kurva élet. És akkor a izé helyett meg itt lesz a Dancer card. Jó. Megvan az új nyertes, ez pontosan így van. Undead Bonshardot elbörnöljük. Valahol elhagytam az egyik Undead Bonshardot. Hol hagytam el? Na, lehet gondolkozni. Hol maradt el az Undead Bonshard? Jó. Travel és a Deacons of the Deep-es Cleansing Chapelbe kell menni. És akkor jövünk kifelé, itt kint van egy rakás ilyen lófasz. Ilyen nagy kristallizer. A van, srácok, ez most így jónak tűnik alapvetően. Bizakodó hangulatban vagyok. Herésfa előtt itt felvettem? Herésfa előtt itt. Mármint, hogy az Undead Settlementben? Azt felvettem. Nem erre, hanem itt ki kell futni. Shattered Oath egyébként egy tök jó varázslat. Én is tök szeretem. Na, de tudom, hogy ott van, de itt ebben a modban itt egy kicsit több van. Itt. Ja, de miért erre jövök? Azt nem értem. Villámkígyó meghalt. Igen, az meghalt. Ezt a bleedet meg azonnal felejtsd el. Na, figyike, itt kimegyek. Erre rövidebb. Itt ki kell menni. És itt le kell esni. Ezt halljon meg. És ha itt kimegyek, akkor itt... A két sárkányok egy... Azt nem vettem föl! Azt nem vettem föl! Köszi! Na. Úgy, a 2500-as curse resistemet azt meg lehet próbálni feltörni. Nem fog sikerülni. Úgyhogy nem lesz itten semmiféle vansotolás. Na, itt ezek mindig visszajönnek, és itt van 5 darab. Ilyen lófasz. Hú, mondjuk azért fáj. Azért attól függetlenül fáj, amit csinálnak. Titanite skale. Meg itt vannak izék is. kicsi lizárdok, ezek mind izét adnak. Twinklinget, ha esetleg Twinklingre lenne szükségem. Ez tiszta gyász egyébként. Ez a staff, amit most akarok fejleszteni, ez valamikor Twinklinges volt. De le lettél darába? Én is majdnem. Ott egy fej. Vagy egy kéz fej. Vagy milyen, nem is tudom már. Ujjaj. Az. Come at me, bro. Come at me. Jó. Na, mennyim van? 9. Tökéletes. Menjünk is haza. 9. Lófasz. Még ezt a sárdot is le kell adni. Mit akarok? Várjál. Ezt akarom. Shinebone fire.
Azaz gesta. Egy pillanat közben. Nézem, hogy mi a tuti. Egy, és... Úgy... És... jó. Kéne találd? Kéne találd, bazd meg? Takarodjál. Na! Megnézzük, hogy pontosan mit is tud ez a bot. 261, 271. Jézusom, keci. És akkor ez twinklinges. Hát van egy rakás twinklingen, miért ne? 239. Tiszta kemény. Igen, ez a fate-tel skálázódó varázsbot, amivel sorcerizni lehet, ha sok fate-ed van. Tiszta poén amúgy. Jó. Ezt is megszlaboljuk. Pretty be careful. Pretty be careful. Jó, hát akkor érzékeny búcsút veszünk a 260-as Witch Tree branchunktól, és a 271-es Sage's Crystal Staff lesz a nyerő. És a Dark Stream-et azt most elvisszük innen. És helyette benyomjuk a Crystal Soul Spirit. Ez a rapport se kell most. Gáz, hogy van 19 lev és 44 hidden blessing. Hát az 50-et lehetett venni a néninél. És sosem baj, ha van. Nem is tudom, hogy volt-e nálam bármilyen másik varázslat, ami bármire is jó lett volna. Jó, mondjuk azért megtarthatjuk a Soul Stream-et alapvetően, ha valakinek nem jó a sorceri. Meg akkor már ide rakom a ezt is, csak hogy meglegyem. Jó? Ja, és ezt a shardot adjuk már le. Jó, és most nem izézni akarok. 70,3. Ez nehezebb, ez nehezebb. Jó, lépünk egy szintet a izére, a vitalitire, és akkor jó lesz. What? Mhm. Allot, ez 14. Aha, jó, hát akkor tényleg ez az utolsó. Igen. És még ugye el kell mennünk a izébe is. Menjünk el most oda, csak előtte, még mielőtt Fetrollal mennénk tovább. Szeretnék... Várj egy kicsit. Ha már szintet akarunk lépni, akkor már tegyük rendesen. Ezt törjük el. 3 millió. Egymillió 200 000. Welcome home. Very well then. Na. Akkor lépjünk szintet. Mondjuk 50 vitality. És akkor a... Itt is buffolja a sorcerikat a Scholar Candlestick. Valószínű egyébként, és azt is, arra is gondoltam, hogy visszamegyek a Grand Archives-ba, és megnézegetem azt magamnak. Dexterity nem kell, strength, igazából az sem kell. Az endurance-ot meg így hiába nyomom tovább, érted? 10 szintenként kapok egy darab staminát. Lehet, hogy ezt kellene. 650. Én szerintem ez jó lesz. Nem? Így. Vagy... Még HP? Aj, geci, nem tudom. Legyen így. Aztán, hogyha lesz még pontom, akkor rakok HP-ra. Jó, és akkor most már biztos, hogy 70% alatt vagyunk.
Jó, el kell mennünk az Estus, nem, Undead Bonshardért, az pedig... itt van. Rakjak a lakra. Az, az nagyon kell. Kurván hiányzik a lak. Jó, csináljunk egy damage tesztet. Nem is rossz. Azt szépen kivitte. Ne védj már ki. Nem éri. Csallol. Na jó. Akkor menjünk erre. Itt. Itt igen. Ezt nem vettem fel. Na-na! Nem kell a frostbite. Azt láttad, hogy hova ütött és hol talált el? Na mindegy, ezt hagyjuk is. Ó, el kéne innen menni, mert meghalok. Fejépő? Már mindegy. 494.000 szól. Igazából tök mindegy. Hamar össze lehet azt szedni. Igen, az a baj, hogy az itteniekre meg csak a tűz hat rendesen. Ja! Jó van, rajtam se voltak a sorcery gyűrűk, meg ilyenek, tehát hogy így. Aztán itt várom a nagy damage-et. Mondjuk ahhoz képest, hogy rajtam se voltak a sorcery gyűrűk, ahhoz képest nem volt szar a damage. Azt kell, hogy mondjam. Azaz. Dark Souls 3. Abban csak jó hitboxok vannak. Hagyjuk is ezt a... Hagyjuk is ezt a izét. Ezt a pajzsos faszt. Jó van már. Ezt azért fölveszem, mert mégis majdnem egy szint. Ott a 19.000. Nice. Enni kecibb dolog nincsen, hallod. Nem töltődik vissza a staminád. Jó, mondjuk ez a statizé csökkentő poison se éppen szép dolog. Komolyan előttél fölötte test közelből? Zseniális vagy. Jó, mindegy. Egy megvan. Akkor most az kell, hogy próbáljuk meg megszerezni a Scholar's Candlesticket, jó? Travel, nem, először tűzvarázslatokat szerzünk, mert ahova most megyünk, ott kurvára semmit nem érnek a sorcerik. Chaos, Bad Vestiges, ez tökéletes. Közelre meg jó lesz ez. És akkor Travel, Grand Archives. Úgy tudom, hogy a gyantázott fejűek azok, akik ezt dobálják konkrétan. Legutóbb azért láttam belőlük egy párat. Itt az archívumban, amikor szaladgáltam az életemért. Annyit teszünk még, hogy azért ezeket a gyűrűket ki kell csekkolni. Hát esetleg még betolok egy ilyet. Mennyivel növeli? Ez a 2000. Valószínű elég lesz a damage-em így is. Gyant a fejű. 9000. Szerintem az elég. Hallod, meghúztam egy kar. De itt nincs is kar.
Hallod? Lehet, hogy csak áthelyezte máshová, úgy... Úgy alapból a karokat, hogy vannak karok, csak nem a helyükön. Te! Találd már el ezt a szart! Na. Szóval én ott meghúztam egy kart, de ott nincsen kar. A vajon mi történt? Pull lever. Hallod, geci? Szerintem lehúzta a liftet. Nem? Nem. Lehet egyébként csak, hogy máshova tett az action, de én ott meghúztam egy kart, az mit csinált? Kajakra nem tudom ám. Itt is van egy. Vagy ez ugyanaz? És most nem tudom meghúzni, de itt van, most megint meg tudom húzni. És hallom... Kinyitotta a shortcutot! Mekkora geci! Mekkora geci! Ki lehet nyitni? Ki lehet nyitni ezt a faszom shortcutot? Úgyhogy nem is kell végigmenni a pályán, mert itt van a kar, érted? Itt! Itt van a kibaszott, láthatatlan kar! Na elmész a faszomba! Azért ez mekkora cigány? Hát bazd meg! Igen, és itt a lift, amit szintén nem tudok lehívni. De tuti, ennek is van vala. Most már körbe kell járnom a pályát, titkos karokért. Na, nem neked kéne kidobni azt a rohadt candlesticket szerintem, de... Fasság level 2500. Igen. Igen, szerintem ezt csinálta csak, hogy máshova tette az actiont. Mert hogy valószínű azt nem tud, nem, vagy nem tudom, hogy nem, ki lehet-e venni, hogy... Ami biztos ki lehet venni, mindent ki lehet venni. Tüzet hova rakta? Nem, az szerintem az még ugyanott van. Csak hogy közel vannak az ellenségek, és nem lehet meggyújtani. Áó. Köcsög. Jean. Ezt fölvesszük. Tapló dolog volt ilyet csinálni. Az tény. Jaj, várjál! Nem csak azok tudják dobni, akiknek ég is a feje. Az a baj, azt hiszem, hogy de. Na, Frostbite. Köszi a Frostbite-ot. Már kértem, már szerettem volna. Jaj, te is megjöttél, úgy vártalak. Na, kurva anyád. Ja, nem tudom. Nem tudom, hogy ezt meg lehet-e vásárolni. Megnézem, nyitva van a wiki. Azt mondja... Scholar... Candlestick. Mutasd csak. Location. Igen, valóban. Meg lehet. Nézzük meg, hogy otthon van-e. Vagy már meghalt. Vagy már valószínűleg meghalt. De Irithilből még visszatért, azt tudom. És nem tudom, hogy elküldtem-e harmadjára is. Jó a tipp, srácok. Nem küldtem-e harmadjára. Hát ott ilyen okos voltam. Nem hagyom meghalni a brót. Yeah, but I don't mind. No. Purcsasz-e. És itt van. Nagyon fasza. Goodbye. And stay safe. Na nézzük. Scholar, Candlestick.
Resulting in sorcery strengthening properties. 69,6%. Ez igen. Jó, hát le kell tesztelnünk, hogy pontosan mennyivel is erősíti a sorcerit. Elfelejtettem elküldeni? Nem, szándékosan nem küldtem el. Mondom, minek halljon meg. Akkor nem lesz nekem jó az. Jó, akkor nem kell kifarmolni. Akkor viszont ezt a gyűrűt kicseréljük a kluccsos gyűrűre. Bonsárt. Bizony bonsárt. Sorcerit vissza. Bonsárdot elégetni. És azt hiszem akkor mehetünk felvenni oceíros utáni részen a gesture-t. De ha már arra járunk, szerintem nézzük már meg, hogy ki van Champion Gandir helyén, mert engem érdekelne. Alapvetően ki az Isten traktok oda. Kicsit följebb elemmel velem a széket, mert alacsonyan ülök. Na, mindjárt jobb. Nézzük meg, hogy mit rejt a damage. Először is azt nyissuk ki. Ja, hát nehéz lesz sorcerit varázsolni úgy, hogy tűz van berakva. Szia, Robi! Tehát egy ilyet, egy olyat, és egy olyat. Na, még egyszer. Egy. És akkor először megnézzük a pajzsa. Ezer. Megnézzük így. 5000. Jó, megnézzük így. De ez dárkos izé lett a buffja. Not bad, alapvetően. Jó, és ez biztos, hogy erősebb? Az a baj, hogy... Na jó, nézzük meg. Nézzük meg mindenféle buffolás nélkül. Először így. 7800. Jó? Nézzük meg a 10%-os pajzsa. Na! És elkedjé. 10400. Jó, ez a pajzs jobb. 14, megnézzük, ez még egyszer annyi lesz-e. Jó, oké. Most megnézzük a másik bottal, mert valamiért én kezdek nem bízni abban, hogy a Magic Sorcery az ezzel a bottal jó. 7000, jó, már lehet, hogy nem találtál mind. $7300. Ez mekkora átbaszás, geci? Mindig erősebb a másik izém, botom. Pedig ennek 10-zel kevesebb a spell buffja. Nézd meg! Azt 3000-re többet sebez. Jó, akkor a Collapse Candlestick az nem kell. Ezért kell tesztelgetni a dolgokat. Megint 7000 lett. De miért? Bebuffoltam a izét. Steady csanttal és keves többet izé. Nézd meg, kevesebbet sebez, ha be van buffolva a fegyver. Hát mi a fasz? Darkos Sorcery-vel? Azt is megnézzük majd. Fogjon el a buff a fegyverről? Úgy. Nézd meg, geci, többet sebzek, ha nincsen bebuffolva a fegyver. Hát ez mi a geci? De komolyan. Jó, a székre dolta, mi a helyzet? Az már csak segít. Mi? Ja, így. Ja, az nagyobbnak tűnik. Hát jól van. Érdekes felfedezéseket tettünk.
De abba igazad van, hogy ezt meg kéne nézni, hogy a Dark az mit tud a másik bottal, mert lehet, hogy jobb. Meg az ájzalitos staffot is fel kellene venni, ha már Darkokat varázsol az ember. Ugyanannyi volt? Igen? Akkor nem tudom. Akkor én már nem tudom. Figyelj. Jó, hát mondjuk, ha eltalálom bele a népet, akkor lehet, hogy izmos. Jó, ez... Próbáljuk meg ezt még egyszer. Kiderül, hogy SL1 ilyen lett volna a legerős. Nem lehet level 1-es karaktert indítani. Csak 30-asok vannak. Így, ez ilyen 3000 damage-nek tűnik egy tikre. Köbö. Ezzel. Ezzel meg csak 1000. Aha. Jó, tehát ha Darkot varázsolunk, akkor háromszor, majdnem háromszor olyan izmos a másik bot. Ezt mondjuk jó tudni. Hol van? Tanulunk, tanulunk. Ascended mod az ilyen. Minden szart ki kell próbálni, bazzeg. Üde! Ide megkaptátok? Ott egy olyan fos. Ide 8000, azt. Jó, halljál össze, jó, kösz. Path of the Dragon. Titanite skill, 5 darab. Sosem baj, ha van Titanite skill. Sosem baj, ha van. Még 5. Nagyon jó. Futi. Ugye kiderül, hogy ezt a bonfire-t sem tudom meggyújtani, itt vannak ezren. Na jó, de én megnézném Gundirt. Mit szóltok hozzá? Nézzük meg, hogy miből élünk. Szóval azt mondod, hogy semmit nem hat a Sacred Oath, pedig a Sacred Oath-ot elvileg nem üti ki a... Hú, várjál, lehet, hogy mégis kiüti. Kurva élet. Pillanat, options. Shots, red, oath. Jaj, mert fordítva van, igaz? Ó, bazd meg. De nem, azt mondja, hogy a Deep Protection-nel stackelődik. Akkor viszont adnia kéne a sebzést. Interesting. Hát ezzel meg mi lett? Deep Protection. Ezt mutasd meg nekem. Does not attack with power within Karthus Beacon. A Tears of Denial és a Great Magic Barrier az felülírja. Hát nem tudom. Az 1.15-ben nem stackelődik? Komolyan? Akkor outdated a wiki. Akkor viszont ez így nem jó nekem. Rosszul használtam, all the time. Ugyanis, hogyha nem stackelődik, akkor abban a pillanatban, hogy én fölveszem a kezemre ezt a pajzsot, eltűnik rólam a Sacred Oath. És a 10%-os 10. All damage type on weapons. Pedig én úgy tudtam, hogy 10%-os a mi az Deep Protection. De akkor ezt a pajzsot eldobom. Akkor keressünk valamit, ami... Azt figyeld! Shots hard, oh, at her. Shots hard. A keci. Ez az stamina bónuszt, figyelj már. Hordjuk már ezt inkább. És akkor nem is kell a Sacred Oath varázslat. Viszont...
Most már ezt le kell tesztelnem. Visszamegyünk egy odébb, jó? Osiris. És megnézzük, hogy ez a 10.464, vagy mi az Isten. Free 2 slot. Hát igen, csak nem nagyon tudom, mit rakjak a helyére. Ez a baj. Free 2 slottal. Na. Most akkor elvileg rajtam van ez. 10.463. Nem úgy látom, mintha megkapnám ezt a székredótos effektet. Na jó, nézzük meg enélkül. Ja. Úgy nehéz lesz. 8600. Aha, jó, akkor adja. Adja az effektet. De az érdekes, hogy most a székredót ugyanannyit ér, mint a Deep Protection. Mert az elég furcsa lenne. Nem. Vagy most mi a fasz van? Én már nem értek semmit. Most olyan, mintha nem is lenne nálam ez a pajzs. Pedig most csak a Deep Protection-es cucc van rajtam. Erre most üt 8000-et. Igen, én is úgy emlékszem, hogy kétszer olyan erős a Sacred Oath, mint a Deep Protection-nál. Ezt fölnyomom. Na, így adott egy kis bónuszt. A fegyver buff. Jó, akkor tegyük be, várjál is, hogyha most leveszem a ajzét, és így csinálom. 8700. A Pontiff pajzsra azt írta, hogy Deep Protection effekt van rajta. 8700 volt pajzs nélkül. Ez így is 8700. És hogyha üres a kezem... Ez így is 8000. Azt hittem még a talizmán is esetleg bejátszhat, de nem. Jó, hát akkor ez semmit nem ér konkrétan, akkor benyomjuk a székredótos pajzsot. Székredótot kinyomjuk a mindenből. És most 7300. Érti ezt valaki? Bazd meg! Én már nem. Na, most 10400. Lehet, hogy ha berakom, akkor még nem hat, csak hogyha a kezembe veszem újra. Stackeli azt a slotot is, ami nem a kezemben van, de nincsen semmi a másik kezembe, érted? Nem tudom, mindegy, ez most jó damage-nek tűnik, nem kell székredót hozgatni. Ez mondjuk szerintem hasznos. Ki is veszem, csak hogy ne legyen ott. Summonmot készít. Ez nem kell. Nem tudom, van-e bármi spell, amit ér... Mondjuk a Hidden Body-val el lehet viccelődni. Alapvetően. Meg a Spook-kal, és akkor se lát, se hall senki engem. Várjál? Hát már megvan a Bonfire, akkor már menjünk arra. Ez ügyes volt. Boom. Jó, travel. Untended Greaves. Kíváncsi vagyok, hogyha magamra varázsolom a Hidden Body-t, meg a Spook-ot, akkor el tudok-e szaladni a nép mellett, vagy ugyanúgy észrevesztek, tök mindegy. Nézzük meg. Shriving Stone. Na szarják! Ugyanúgy látnak. Jó. Utás miatt nagyon lőnek a varázslók. Jaj, de jó, hogy ez is ilyen örök bleed. Jó.
Már ki kell vennem ezeket a spelleket, mert... A kristál Krimhild. Na és most mi lesz? Kettő darab, izé, Gundyr. Vajon? Kevesebb ellenállásba ütköztem, mint hogy számítottam rá. Majd lehet, hogy itt... Na, nincs itt senki, ez gyanús. Na. Ja, ezt így kell. Ki van itt? Champion Gundyr. 12 000. Miért nem tudok varázsolni? Miért nem tudok varázsolni? Eltakarodsz anyádba? Megüt, azt nem tudok varázsolni, ez hülye. Az meg szép hitbox volt. Jó, nem lesz ez veszélyes. Ez megint ugyanaz a bleed, mint a mód elején. Aha, nem tudok varázsolni, hogyha megüt. De mondjuk az alapvetően nem baj, mert csak egy picit mozognom kell. Addig kell mozognom, míg le nem jön rólam ez az effekt. Mert én úgy láttam, hogy ez lejött rólam ez az effekt egy pár másodperc után. Au! Baszd meg! Az majdnem one-shotolt azzal a kurva varázslattal. Szép volt. GG piros NPC-k. GG. És ha erre jövök, amúgy van egy hitben blessing alapvetően, vagyis hát 14, nem egy. Takarodja a faszomba már, hát buzi, törés. Jó, mindegy, felvettem. Hogy beszorított a kurva anyja, ott még varázsolni sem tudtam volna. Szóval mire elővettem a kardot, megöltek. Na mindegy, ezt nem látta senki. Az igen, azt mondja, az a két dark varázsló bent volt a boss fightban. Én mondtam, hogy gonosz ez az ember. Hi, by the way. We are just discussing how much of an evil bastard you are. evil bastard. But yeah, actually I used the flashbite ring on Osiris and it kind of made it easy. Okay, so this guy makes me not be able to cast spells. Fuck you, Gundyr. Fuck you, Gundyr. Okay, no problem. Uh-huh. Ne! Na-na! Csak ügyesen! Nem engedi be ezek, hogy igyak. Na végre. Pá! Oké. Holnaptól kezdve már nem is lesz jó rá. Az igen. Blem. Jól van. Update the mod. This is 10.7. I haven't updated it since yesterday. Dini konzol, szia Dini! Köszi a raidet. És hello mindenki, aki Dinivel jött. Azt mondja, travel.
Mit akarok? Archdragon Peak-re akarok elmenni. Azt pedig úgy tudom a legkönnyebben megtenni, hogy... Profane Capitalban? Igen, úgy könnyebb. Úgy könnyebb, mert túl sok szar áll az utamban a másik Bonfire-től. Oh, by the way. I watched... who's that guy? Throthgar... What's his name? What's his YouTuber name? I don't know. I can't remember. And he keeps calling you David. Oké. Okay. Tökarok, ja, vissza akarok menni. Ha már úgyis van spookom, nyomjuk már el. Yeah. Okay, I just have to check this. It's gonna drive me crazy. Throthgar. His name is Throthgar. Dark Souls. What's his name? Tyrannicon. Yeah, that's his name. Tyrannicon. Yeah, I mean, I was watching his videos of this mod, and he keeps saying that some dude named David recommended and donated to his channel to play this mod. Anyway, just something I thought I should mention. Right, would mention. Okay. Futás. Okay. Ez nem jön fel ide, ugye? Nem baj, fele megvan. Gestures... Vigye csak le ide. His videos are funny. I like them. He rages. Yeah, I saw that he installed the easy mod like very 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 early on. van ez a csóka, akit úgy hívnak ez a YouTube csatornája, hogy Tyrannicon. Őt szoktam nézni, ez ilyen Dark Souls-os modokkal játszani, és tiszta vicces, mert hogy mondjam, nem nagyon ügyes, viszont nagyon vicces nézni. Jó. Ide lassan varázsolok. Vajon oda tudok-e menni a Bonfire-höz? Anélkül, hogy meghalnék. És akkor ezt most így úgy gondolom, hogy én odafutok. De a külföldi hopka? Nem, azért annál színvonalasabb. Vérpista? Na, ez már jobb kérdés. Meg tudtam nyújtani, tök jó. Hát ez hova össze-vissza mászkált? Menj már el innen.
Pontosabban, nehogy elmenj, gyere vissza. Tiszta gyászam úgy, hogy... lepattan róla a kar. Na, megölnélek, ha nem lenne probléma. Titan Eye Scale. Ember. Jó napot! Vajon, te hogy bírod ezt? Meghal. Tegnap volt a bölcsességén röhögsz? Az se baj. Jó van, Zoli, mennyi fürdek? Leülünk. 895 ezer. Tehát ezt el kéne költeni, nem? Lehet. Titan egy chunk. Itt van a villámos zsírja amúgy, ezt fel kéne venni. 8400. 15000. Ne! Hát nem tocsoltam, gyerekek. De ezt ki kellett volna tocsolni, ezt a zuhanást. Ati, te hülye fasz. Most azt kellett volna kiírni a képernyőre. Mennyire durva, hogy 12 ezer damage nem elég, hogy meghalljon ez a szar. Na 22 ezer, az még, az rossz. Alapvetően. Jó napot! Eddig nem ez volt itt. Itt meg volt egy pajzs még valamikor. Jó, nézzük meg ezt a bosst, mit szóltok hozzá. Nézzük meg ezt a bosst, úgyhogy nem ugrunk rá, tehát így szemből. Szemből basszunk oda. Így fejbe lövöldözzük párszor a 30 ezres sorcery-vel. Most is ott a pajzs, tényleg. Ilyen vak vagyok. Na várjál. Tényleg itt van. Hát bázd meg, tényleg vak vagyok. De nagyon durván, ott is ott hagytam egy adag chunkot, szerintem az. Megyek fölveszem. Nem, Nameless Soldier. Nem baj, mert ez is ilyen, tudom én, 300 ezer egy darab. És ezt kinyitjuk, meg elmegyünk a villámos gyűrűért. A jó Isten tudja, lehet, hogy egyszer kelleni fog. Fehér háttér. Ja! Lightning the clutch. Lightning clutch ring. Nézzük meg, hogy ha itt elbánok vele. A pillanat, csak a ilyen sorceris dobókámat azért berakjuk. Kíváncsi vagyok. Talált? Most már talált. Nem rossz. Na jó, nem így csináljuk. Mármint mindjárt megmondom, hogy lesz a csinálás. Csak ezt a toxikot legyógyítom magamról. És úgy lesz a csinálás, hogy ahogy a pajzsos végigjátszásomban volt. Először is az ittenieket eltávolítjuk a harctérről. Nem ugrasz föl sehova! Jó. Mi van, immun is lettél? Jó. Halljál össze, jó? És akkor így fogjuk csinálni. Ez
fejre kicsit jobban kapja. Hogyha be tudom célozni, akkor kapni fogja fejre. Úgy-úgy. Meg kell dobnom valamivel szerintem, hogy csökkentsük a mágia ellenállását már. Úgy-úgy, vincsike. Valamiért úgy érzem, hogy ha megpróbáltam volna feljutni fölé, hogy ráugorjak, akkor olyan, olyan ellenállásba ütközök fönt az odafelé vezető úton, hogy megbánom, hogy megszülettem. Jöjj, de kapja. Csá. Dragonhead Stone, Titanite Slab. GG, easy. Ah.